A múlt héten 88 éves korában halt meg Klapka György. A milliárdos üzletember reggel még a Mokka vendége volt, majd délután szép csendben elaludt. Felesége a Tények Extrának exkluzív interjút adott. 2 milliárd forint, ennyi állítólag Klapka György öröksége. A 88 éves üzletember szerda délután halt meg, korábban többször beszélt arról, hogy folyamatosan frissíti végrendeletét, ugyanis nagyon fontosnak tartja, hogy halála után mindenki egyelően részesüljön óriási vagyonából. Az üzletember mindig is elővigyázatos volt. Azt szerette volna, hogyha vagyona és öröksége nem vész kárba, így hozzáértő kezekre bízta minden üzletét. Dióültetvénye például özvegyére száll majd. A gyásztól megtört kismarival először a Tények portere tudott beszélni. Az özvegy éppen a temetés körüli teendők intézése miatt ment el a Vámház körúti zálogházhoz. Onnan jövök és várom a családot. Németországból várom. Kismari a Tényeknek azt is megerősítette, hogy a családnak nincs oka tartani attól, hogy Klapka nem gondolt rájuk a végrendeletében. Mindig előre látó volt, igen. Mindent előre, mindig lefixált. A 88 éves üzletembernek pedig volt miről végrendelkeznie, hiszen Klapka az elmúlt évtizedek alatt 2 milliárdos vagyont halmozott fel, a leghíresebb a Vámház körúti üzlethelyisége, de emellett befektette vagyonát antik tárgyakba, festményekbe, ipari gépekbe, aranyba, számítógépszervizbe, reklámügynökségbe és még egy kőbányai krosszpályába is, sőt Klapka nemrég egy kutyakrematóriumba is befektetett. Folyamatosan felügyelte 41 hektárnyi dióültetvényét, és számtalan ingatlanja is volt. Vendégünk Szakonyi Péter újságíró. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt, köszönöm, szépen, hogy itt vagy. Felmerül a kérdés, és már a riportfilmanat beszélgettünk erről Itt Zsuzsival is, hogy valóban nagyon gazdag ember volt magyarországi viszonylatban? Hát magyarországi viszonylatban gazdag volt, de nem nagyon gazdag. Sosem került be az általam szerkesztett 100 leggazdagabb közé. Ennek ellenére az, amit ő felhalmozott ingatlanban és különböző üzletrészben, azért az tekintélyes összeg volt, bármelyikünk kiegyezne ezzel, úgy gondolom. Hogyan lehet elindulni egyébként így az üzletéletben, vagy hogyha az ő életútját ismered, akkor neki mi volt az... Ugye szoktuk mondani, hogy az első milliót nehéz megszerezni. Hát Klapka György, én többször beszélgettem vele, és többször voltam műsorban, és épp itt a Mokkában is vele. Nagyon változatos életpályát futott be, tényleg minden volt. Gépkocsi kereskedő, embercsempész, kereskedő, dióültetvényes. Például ugye kevesen tudják róla, hogy ő koreográfusként, táncosként működött, és a berlini Friedrichstadt palasznak volt a vezető koreográfusa, és mint ilyen, állítólag és saját bevallása szerint 100 kelet-német állampolgár csempészett át Nyugat-Berlinbe, pénzért. Uh-huh. Tehát, hogyha az első milliót, akkor, akkor még ugye nyugat-német vagy kelet-német márkák voltak, vélhetően ebből szerezte, de utána nagyon ügyesen meglovagolt a 90-es évek vadkapitalizmusát, ami itt Magyarországon kialakult. Többek közt azt is kevesen tudják, hogy az első mosóporháborút is ő nyerte meg. Az mi volt a mosóporháború? A mosóporháború az egy nagyon érdekes sztori volt, ebben 95-ben kezdtem foglalkozni. Akkor a Magyarországra jöttek be ezek a nagy multilán, a Procter & Gamble és társaik, és kezdték hirdetni a mosóporaikat. Mégpedig úgy, hogy összehasonlító reklámot. Így van, emlékszem. A hagyományos mosópor és a... kiadta a hagyományos mosópor márkát, van. És megnyerte a háborút ellenük, mert hogy őt járatják le, emlékszem. Hát nagyon szép volt, mert ugye ő több fronton nyert. Tehát egyrészt ugye a multik hirdették nagyon-nagyon komolyan, nagyon sok pénzért a saját mosóporukat, miközben reklámozták az ő hagyományos mosóporát, másrészt pedig beperelte őket, hogy lejáratják a hagyományos márkát. És aztán... Ez mennyire ügyes fogás egyébként. Ez remek fogás. Milyen fifikásnak kell ehhez lenni? Nagyon dörzsölt, nagyon vagány üzletember volt, és most se tudom, most utána néztem készülvén a mai műsorra, utána néztem a régi cikkek között, hogy mi lett ennek a pernek a kimenetele. És nem tudtunk akkor híradást adni erről, ugyanis nem derült ki, amit én sejtek, és utána a beszélgetésekben ki is derült, hogy ő kiegyezett. Peren kívüli egyezséggel. Így van, tehát ő nagyon komoly pénzt kapott a multiktól,
azért, hogy hallgasson. Hogy hallgasson, hogy elfelejtse ezt a percet. Akkor lényegében valóban dörzsöltségről és kreativitásról beszélhetünk alapvetően. Így van. Tehát nem feltétlenül egy hatalmas, hú, de nagy vagyonról. Nem, ő egy fantasztikusan jó marketinges volt. Nagyon jól megérezte, hogy mire buknak az emberek. Pedig ugye nem a hagyományos értelemben, hogyha már a hagyományosnál vagyunk, hagyományos értelemben vett marketing filozófiát követte. Nem, ő biztos nem könyvből tanulta. Ne, az biztos. Például nekem mesélt, hogy élete legnagyobb húzása az volt, hogy a 90-es évek elején valamelyik rendőrségnek adott egy, akkor autókereskedéssel is foglalkozott, egy ilyen kis minibuszt, amire nagy betűkkel rá volt írva, vagy Klapka autóház, vagy nem tudom mi volt akkor a neve. És bármerre ment a rendőrség, mindenütt hirdették a Klapkát, aki beletett mondjuk 1,5 millió forintot, és éveken keresztül mindenki látta, hogy amerre elment a rendőrautó, az hirdette a Klapkát. Zseniális, zseniális. Meg hát ez a klasszikus, ugye, amikor a Vámhez körúti táblát fölemeli, mint marketing fogás, tehát hogy az minden csak nem az, amit a közgázon mondjuk marketing kommunikáció szakon nekem oktattak. Tehát, igen, annyira rendhagyó volt, és annyira odavonzotta az ember tekintetét, hogy kénytelen volt odafigyelni, hogy mit mond megint a Klapka. Minden sikeres volt, amihez ő hozzányúlt? Most ugye élete vége felé ő diótermesztéssel foglalkozott, rengeteget mesélt nekünk róla itt a Mokkában is, hogy ő ezt mennyire szereti. Én mindig azt gondoltam, hogy ez egy ilyen levezetés neki, hogy ott megnyugszik, ott csönd van a diófák alatt, stb. De kiderült, hogy ez is egy marha nagy üzlet. Ezt én nem tudom, nem értek a dió kereskedelemhez. Biztos nagy üzlet volt, hogyha ő eddig csinálta. Tehát ő az egyébként egyetértek veled, mert ő egy ilyen levezető szakaszban volt, hiszen 80 év után már az ember nem tud úgy üzletelni, már csak azért sem, mert a körülmények is megváltoztak alapvetően. Tehát az a gerilla hadviselés, amit ő követett, az már nem működik szerintem. Hát de ő több száz ember tartott el. Tehát, hát hogy azért nem, 40 embert. 40 ember. 40 ember dolgozott a Vámház körúton. Ő nagyon ügyesen csinálta ezt a zálogüzletágat is. Azt se tudják róla az emberek, például az első borárverést is ő csinálta, azt hiszem 98-ban. Rájött arra, hogy az öreg borokkal, az idős patinás borokkal, aszukkal érdemes úgy kereskedni, hogy árverésre bocsátja őket. Ez volt az első árverés, és ha most ennek is utána olvastam, az első egy 5 puttonyos tokai aszut 1940-ből 35 ezer akkori forintért adott el. Tehát ez is egy mérföldkő volt a magyar gazdaság történetében, ha így tetszik. Akkor egy utolsó mohikán volt? Annyit beszélünk arról, hogy máshogy közelített a gazdasághoz, az üzlethez, a bizniszhez, ahogy egyébként a közgázon tanítják. Szóval ő volt az utolsó mohikán, aki mellett szépen lassan elment a világ? Hát az egyike. Mert azért ne felejtsük el, itt van például a Kaulának a főnöke, aki szintén 80 év fölött, vagy itt van Cetli Sándor, aki 83 évesen vezeti a 77 elektronikát, és napi operatív vezetőként dolgozik. Vannak még közöttünk szerencsére ilyen élő ikonok, de sajnos valóban igazad van, egyre kevesebben, és hiányoznak, nekem is nagyon hiányoznak, hiszen olyan emberek, mint például Cvak Péter, akit ugye 5 éve halt meg, annyira jellegzetes figurája volt a magyar üzleti életnek, annyira különleges volt, ha úgy tetszik, példakép is lehetett, hiszen ők többek voltak, mint egy csavar a gépezetben, ők maguk testesítettek meg valamit, amire az ember örömmel nézett rá. Azt gondolom, Klapka György teljesen ugyanolyan volt. A rendkívüli kedvessége, a megnyerő magára. Alázatossága, szerénysége. Nagyon... És az adott szó. Én nem találkoztam senkivel nem találkoztam a magyar üzleti életbe, aki azt mondta volna, hogy a Klapka átverte. Uh-huh. És azért, hogyha az ember egy kicsit körülnéz, és bárki utána kérdez, és azt mondja, hogy te ez milyen volt, akkor legalább 10-ből 1 vagy 2 olyan választ kap, hogy te figyelj, hát ez nem volt korrekt annyira. Köszönjük szépen. Én köszönöm.